Köszönöm mindenkit, a nevem Mutter Balázs. A mai videóban a légzőrendszerről lesz szó. A felső légutakat már ismerik, az orral kezdődik, aztán lefelé a garaton és a gégén keresztül jutunk le a légcsőbe, majd a tüdőbe. Ezt az utat fogjuk most áttekinteni kicsit részletesebben, és a végén beszélünk a légzőizmokról, a legfontosabb a diafragmáról, meg még néhány izomról, ami segít neki a légzőmozgások során. Itt a garat és a gége kapcsolatára szeretném felhívni a figyelmet. A garat alsó részében találkozik a tápcsatorna és a légzőrendszer útja, itt keresztezik egymást, úgyhogy ez egy fontos térség. A mai videóban a tracheával kezdjük a légutak leírását. Ez a gége alatt kezdődik, és húzódik le a nyakról a mellkasba. A falát legbelül légzőhám, kinocilliumokkal ellátott légzőhám borítja, aztán egy fibromuszkulokartilaginális réteg következik. Ennek a leghíresebb részei a gyűrűporcok, amik hialinporcból állnak, közöttük pedig gyűrűszalagok helyezkednek el, amik összekötik a körülbelül 20 darab porcot. A fal hátsó részében a porc hiányzik, itt kötőszövetet és sima izmokat találunk, amik kiegészítik a falat, ez a parietes membranaceus, hátul előoldal pedig a parietes cartilagineus található. Itt találhatott egy szövettani felvétel a kinocilliumos légzőhámról. Tehát a trachea körülbelül a C7 magasságában kezdődik, és a T3 csigolyánál oszlik a két főhörgőre. Van egy fontos különbség a jobb és a bal főbronhus között, amit a trachea folytatását képezik. A jobb főhörgő sokkal rövidebb, 1-2,5 cm hosszúságú, míg a bal körülbelül 5 cm, és a jobb oldali meredekebb körülbelül 20 fokos szögben jön lefelé, míg a bal oldali olyan 35-45 fokos szögben halad a középsíkhoz képest, emiatt a belélegzett idegen testnek nagyobb eséllyel a jobb főhörgőbe és ezután esetleg a jobb tüdőbe kerülnek. Ennek klinikai jelentősége van. Most nézzünk rá az intrapulmonális légutakra is. A jobb és a bal főhörgő ágai már az intrapulmonális légutakhoz számítanak. A jobb oldalon az első leágazás, a jobb felső lebeny bronhus, majd egy középső és egy alsó lobális bronhus következik. A bal oldalon csak egy felső és egy alsó lebeny bronhus találunk. Tehát a bal tüdőből két lebenyből, a jobb három lebenyből áll. Ezután, a lebeny bronhusok után mindkét oldalon 10-10 tüdőszegmentumban lépő szegmentális bronhus következik. Azután számtalan bronhus oszlás következik, míg eljutunk a legkisebb lumenű légutakig, a bronhiolusokig, amiknek a lumene 1 mm-nél kisebb, ezek is több oszlást képeznek, és végül a bronhiolus terminális után az első komponens a légutaknak, aminek már nincs önálló fala, az a ductus alveolaris lesz. Nézzük meg, hogy milyen a szövettani szerkezete a bronhusoknak, illetve a bronhiolusoknak. Ezen az oldalon a bronhusok szerkezete látszik. Legbelül hámot találunk, kinocilliumokkal a bronhusok irigyei nyákot képeznek, ami beborítja a mukózát. A mirigyek körül kötőszövetet, sima izom sejtet és hialinporc képleteket találunk. Ezek nem feltétlenül gyűrű alakúak, hanem az alsóbb légutakban már inkább szabálytalan porcszigetek kialakulnak. A bronhiolusokban a hámsejtek egyre alacsonyabbak lesznek, a kinocilliumok fokozatosan eltűnnek, a mirigyek és a hialinporc szintén eltűnik. A sima izom a bronhiolusokban és a bronhiolusokban spirális izomsejt csoportokban rendeződik, amik a paraszimpatikus idegrendszer hatására összehúzódnak. Ennek fontos
szerepe van az allergiás reakciókban, amikor a légutak beszűkülnek és nehezítik a légzést. Ezeket az összehúzódott sima izomsejteket megfelelő gyógyszerekozásával, a paraszimpatikus hatásgátlásával tudjuk ellazítani és így segíteni a légzést. Most nézzük meg, hogy milyen fontos különbségek vannak a beszűkült és az egészséges légutak között. Három dologra érdemes figyelni. Egyrészt a sima izmok összehúzódnak és ezáltal szűkítik a páciensek légútjait. A másik, hogy fokozott nyáktermelés szintén hozzájárul a lumen szűkítéséhez, és harmadrészt a kötőszövetben immunológiai reakciók játszódnak le, amik szintén szűkítik a légutakat. Minden időben a légutak végén körülbelül 300 millió gömb alakú kitüremkedést, alveolust találunk. Ezek a gázcsere helyei, ezek az alveolusok. Közöttük septum interalveolária nevű kötőszövetes válaszfalak futnak, amik nem tökéletesen határolják őket. Néha találunk pórusokat a szomszédos alveolusok között, ahol a levegő át tud menni. Az alveolusok a ductus alveolarishoz csatlakoznak, ez az a része a légutaknak, aminek már nincs önálló fala, hanem minden oldalról az alveolusok csatlakoznak hozzá. A septa interalveoláriában számos kapilláris fut, ezek itt láthatók, ezek a piros vonalak, és ezeknek nagyon fontos szerepük van a gázcserében. Az alveolusok légtartalmú ürege és a kapillárisokban található vérvérítély között történik a gázcsere. Ez az úgynevezett vér-levegő-gát, ami nagyon fontos. A levegő felé az alveolusok hámsejtjei, az alveolális epitélsejtek határolják ezt a vér-levegő-gátat. Általában a felület nagy részét az egyes típusú pneumocita sejtek fedik. Ezek már ezen az előző ábrán is láthatóak voltak. Ezek a lapos sejtek. Itt pedig, itt láthatok. Aztán következik a pneumocitár bazálmembránja, ami fúzionált a kapillárisok bazálmembrányával, aztán pedig a kapillárisok epitélsejtei, az endotélsejtek következnek, majd a vér. Ez a vér levegőgát körülbelül 0,2 és 2,2 mikrométer vastagság között van, általában 0,3-0,7 mikrométer között. Az interalveoláris szeptumokban számos fontos immunsejt található, például hízósejtek vagy makrofágok, a makrofágok ezeknek az ábrán a lila sejtek, ezeknek a belélegzett legapróbb törmeléket fagocitózisában van fontos szerepe. Az egyes típusú pneumociták mellett magasabb sejteket is találunk, ezek a szörnyek ezen az ábrán, ezek az úgynevezett kettes típusú pneumociták. Ezeknek fontos feladata van, az úgynevezett szörfaktántot termelik, ami beborítja az alveolusok falát belülről, ez érintkezik közvetlenül a levegőben, és a felületi feszültség csökkentésében van szerepe, nélkül kilégzéskor az alveolusok összeesnének, és a légzés lehetetlenné válna. Ezen az ábrán összefoglalhatjuk a légutak védekező mechanizmusait. Az első a kinocilliumos hal, mukociliáris tisztulás. A kinocilliumok koordináltan egy irányba kifelé, a garat felé mozognak. A nyakrétegbe tapadt apró porszemcsék így a garatba jutnak, amiket lenyelünk aztán. A másik fontos védekezési mód a köhögési reflex. Ilyenkor, ha irritáló gázok kerülnek a légútjainkba, akkor a köhögés segítségével tudunk megszabadulni tőlük. A harmadik pedig az immunvédekezés, ami számtalan sejtípus, citokin-kemokin bonyolult interakciója, ami a kórokozók eliminálásához vezet. A következő ábrától a légzőmozgásokról fogunk beszélni. Ahogy itt látjuk, a jobb és a bal tüdő a mediasztinum két oldalán egy-egy önálló rekeszbe van zárva a pleura üregbe. Ezt egy savos hártya határolja, aminek két lemeze van.
egy úgynevezett viszcerális réteg, ami a tüdő belső felszínére forrt el választhatatlanul. Ez a viszcerális lemez és egy parietális lemez, ami szintén elválaszthatatlanul a portál belső felszínéhez csatlakozik. Itt látható a pleura parietalis, a testfalhoz csatlakozva, a kékkel pedig a pleura viscerális, ami a tüdő felszínére rögzül. Közöttük egy kapilláris rés van, az úgynevezett pleura rés, a cavum pleurae folyadékkal, ami a tüdők mozgásakor a súrlódásmentes tágulásért felel. A pleura parietalisnak három fontos részét tudjuk elkülöníteni. Az a része, ami a bordák belső felszínéhez illeszkedik, az a pleura costalis, a rekeszt felülről borító része a pleura diafragmatica, és a mediastinum ürege felé tekintő része pedig a pleura mediastinalis. A pleura parietalis részei között fontos szögletek, színuszok keletkeznek. Az ábrán itt és itt a legfontosabb látható, a sinus phrenica costalis. Ez a szöglet belépzés során tágul, így helyet biztosít a tüdőknek, hogy befogadják a levegőt, kilégzéskor pedig újra egyesebb szöget vesz fel, ahogy a levegő kiáramlik a tüdőkből. Ha vér vagy egyéb folyadék gyűlne össze a pleura résbe, akkor azt a térséget határoló borda felső szílénél behatolva egy tűvel tudjuk eltávolítani. A légzőmozgások kapcsán belégzéskor a rekesz szerepét lehet hangsúlyozni, ez lefelé mozdul el, míg a bordaközi izmok és egyéb izmok hatására a bordák emelkednek. Ez extra helyet biztosít a tüdőknek, hogy táguljanak és befogadják a belélegzett levegőt. Kilégzés során a rekesz felfelé mozog, emelkedik, egyéb izmok hatására pedig a bordák süllyednek, ezáltal a tüdő saját rugalmasságánál fogva kisebb térfogatot foglal, a belélegzett levegő pedig kiáramlik a tüdőkből. A légzőmozgások kulcsizma a rekeszizom, erről látható itt egy részletesebb kép. A C4-es gerincnevelői szelvényből jön a rostok nagy része a nervus phrenicus-szal, amik a rekesz beidegzésért felelősek. Amennyiben sérül a gerincvelő, a C4-es szelvény szintjében vagy a felett, akkor a rekesz további mozgása már nem lehetséges. Ezen az ábrán a belégzéskor a rekesz segítő izmok láthatók. A külső bordaközi izmok, a muscul intercostalis externe említhető, ezen kívül a nyakon a scalenius izmok, a sternocleidomastoideus, valamint a nagy fülészizom, a musculus serratus anterior fontos belégzőizom, ezeken kívül pedig még esetleg a musculus pectoralis major szerepe említhető. Kilégzéskor a rekesznek a belső bordaközi izmok kontrakciója segít, ezen kívül a musculus transversus thoracis és legfőképpen a hasizmok, amik felfelé préselik a zsigereket, a rekeszt és ezáltal a tüdőket. Köszönöm a figyelmet!